Na látod, itt még érződik, tehát itt van ez a dombor. Igen, és mintha ott lenne. Ez így hosszan megy abba az irányba. És akkor ez az egyik fal, ott volt a másik fal, ennyi? Így fordul. Vagy itt a... Itt vagyunk, aha, gyakorlatilag így egy sarokba. Igen, így. Igen. Itt vagyunk Csíkszentdomokostól 5 km északra Várbükkén, vagy Vársarkán. Több okból is nehezen találtuk meg. Az egyik az, hogy mint látjátok, nagyon felnőtt ez a fiatal magyarós, csipkebogyós, fenyős rész. Tehát a friss növényzetben jól elrejtőzik a vár. Másrészt meg nagyon megváltozott a várnak a környezete. A régi leírások szerint itt két patak összefolyásánál kiugró hegycsúcson fekszik. Ebből az egyik völgy az teljesen eltűnt, mert a balánbányai részbányának a meddője gyakorlatilag szinte a várig feltöltötte ezt a platót, úgyhogy itt ezért kovályogtunk sokat. Másrészt meg a vár kiesik a mostani útvonalakból, a mostani úthálózatból, és hát a mai fogalmaink szerint ez egy félreeső eldugott vár, mint szinte az összes többi. De itt mindig elkövetjük azt a hibát, hogy a mai úthálózattal, a mai 21. századi kényelmes autóhoz szokott fejünkkel gondolkodunk. Harmadrészt a vár tényleg idézőjebben elfelejtődött. Jellemző, hogy nincs neki saját neve. Szentdomokosi vár, vagy a környező neve, helyekről Várbükkének, vagy Vársarkának hívják, de nincs neki egy saját valamilyen neve. Azért, mert a használata valószínűleg nagyon korán megszűnt, nagyon rövid ideig használták. Régészeti adataink, vagy történeti adataink, hogy így mondjam, természetesen nincsenek. Tehát itt ásatás se folyt sose. Annyit tudunk, hogy ezen a kis platón, ami egy nyakról közelíthető meg északról, néhány helyen a sűrű növényzetben habarcsbarokkot, kőfalak, romjai, roncsai látszanak egy-két helyen. Ebből gondoljuk, hogy középkorinak kell lennie. Habarcsot korábban legalábbis a mi vidékünkön nem használtak, és hát azt gondolhatjuk, hogy a többi várhoz hasonlóan, ahol némi kutatás volt és ahol van leletanyag, ez is valamikor a 13. században lehetett használatban, úgy tűnik, hogy nem sokáig. Mekkora lehetett ez a vár? Hát picike, a teljes hossza körülbelül egy ilyen 70 méter, a szélesség egy 20 méter, de falakat nem mindenhol tudunk érzékelni, sőt, a legtöbb helyen nem tudunk érzékelni, csak egy kis halom húzódik, és ott, ahol a fák gyökérzete kiszakadt, és a fal lehúzta róla a földet, ott látjuk, hogy a kősorok között néhány helyen habarcs van. Itt van még egy ilyen rész, ahol látszik, hogy a helyi hasított köveket egymásra rakták, és habarccsal kötötték össze őket. Ez az egyik olyan helyszín, falszakasz, nevezzük udvariasan így, ahol a kősorok között habarcs található, jól jelezve az, hogy ez egy rakott fal, bármilyen furcsának is tűnik nekünk, és a belőle szedett töredékeken jól látszik, hogy meszes habarcs van a kövek között, tehát ez egy mesterségesen rakott fal, még akkor is, hogy a fal síkja kiomlott, és hát az egész várban jó, alig néhány helyen maradt meg olyan falrészlet, ahol ez látszik. Mégis nagyon fontos, mert ezek a pici habarcsrögök, ezek a mésznyomok mutatják azt, hogy ez egy középkorban épített habarcsos kőfalú vár volt. Sokkal magasabb kellett legyen. Az alsó 3-4 kősort látjuk, de hát ez valamikor lehetett 4-5 méter magas is, ki tudja. Úgy tűnik, hogy ezeket a várokat alapvetően azért nem lakták. Tehát ahol volt ásatás, ott mindenhol nagyon kevés, szórványos, vagy egyáltalán nem került elő leletanyag. Tehát az, hogy itt folyamatosan nagyobb tömegek, vagy akár egy nagyobb társaság tartózkodott volna, szinte biztosan kizárható. Bár megint megjegyzem, hogy ez megint csak a mostani aktuális ismereteinket tükrözi, mert ott, ahol egy picit azért megpiszkálták, ahol volt ásatás, most a Tusnádi nagyvárat említem, ahol együtt voltunk, vagy a Rákosi pogányvárat, ott azért szorványosan mégiscsak vannak középkori leletek. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy kicsit vegyünk vissza az egónkba, és maradjunk ott, hogy most úgy tűnik, hogy nem. Legalábbis nagy tömegek is rendszeresen nem lakták ezeket a várakat, de teljesen kizárni sem lehet ezt a lehetőséget. A helyet úgy említik, hogy a vársarka. Van ennek valami magyarázata?
Igazából nincs, ez egy szokásos kültéri helynév, vagy a népi nevezéktamba, ez teljesen vagy bársarka, várbükke, általában egy kiszögelés jelöl a sarok, tehát önmagában csak annyit jelez, hogy a helyiek bármilyen picikes jelektéktelen is a vár, ők tudták, hogy itt vár van, hogyha nem is használták, tehát a köztudatban benne volt, és helynevek képződtek róla. Várpataka itt mellettünk, amelyik elfolyik. Tehát az úgynevezett jelentéktelen várnak is van helynyi vinyoma, egyértelmű jeleként annak, hogy a közösség, aki ezt a régiót lakta és aki itt közlekedett, pontosan tudta, hogy itt valamikor vár volt. És ezért is gondolom, hogy a 21. századi mostani szempontunk, hogy ez egy eldugott, nehezen megközelíthető, alig látszik, ez torz. A régiek szempontjából ez fontos volt, tudtak róla, ismerték, tehát ez a vár a maga időben nyilván fontos volt, és hát olyan időszakban épült, ne felejtjük el, amikor kiépítkezés gyakorlatilag nem volt. Tehát ezek a kicsi gyenge falak, ez a gyenge habarcs, amit néha itt körbe látunk, ez mind-mind azt jelzi, hogy ez egy maga korában egy komoly befektetés volt, ennek oka és célja volt. Ugye a sorozatunk az a várak és útak, utak és várak, de ebben az esetben, mivel közvetlen közelében nem húzódik út, talán erőltetett lenne, vagy talán most még korai lenne összekötni közvetlenül egy úttal, vagy egy átkelőhelyen, de éppen a várak és az utak kapcsán tanultam meg, hogy nagyon óvatosan kell bánni, vagy nagyon óvatosan kell a mai ismereteinket, a mai terepviszonyainkat visszavetíteni a későbbi korokra, mert ez nagyon sok esetben csalóka volt, és én magam is nagyon sokszor árnyékra vetődtem, vagy azt mondhatom, hogy a kutatás nagy része, tényleg évtizedekig úgy gondolom, hogy a várak és az utak kérdésében egy picit téves úton járt, hogy most ilyen képletesen fogalmazzam. Ez nagy megcsapja. Na, innen azért jól érződik, lehet onnan jöttünk le, tehát abban az irányban nagyon meredek, Domokos felé déli irányban megint egy nagyon meredek leereszkedés, és a pataka, honnan bejönnén északról itt a nyugati oldalon, abban az irányban is nagyon meredek, tehát jó helyen, jó védhető helyre épült a vár. És szerintem ez a kiomlott falnak a csonkjai még látszanak. Igen, az úgy néz ki. Azért lenne talán egyszer érdemes egy picit jobban megpiszkálni, mert az elhelyezkedése, bár mai szempontjaink vagy észrevételeink alapján féreső, de hát azért tudni kell, hogy Szentdomokos és a környezete korán sem olyan féreső vidék, mint ahogy mi azt a most gondoljuk. Mert egyrészt itt a következő völgybe, Balánbányánál húzódik fel egy út Kovács Péteren keresztül Gyergyószék fele, itt a Gerincen is egy jó út húzódik Gyergyó fele, és hát ezek az útak mind Botvárához érkeznek be Gyergyó végében. Amiről viszont biztosan tudjuk, hogy a 13. századi vár is biztosan tudjuk, hogy a moldvai átkelésnek egyik fontos helyszíne volt. Ez az egyik. Másrészt pedig a Szentdomokos falu, itt 5 kilométerre tőlünk délre. Ott is volt egy országút Moldva fele, azt majd a templomban részletesebben elmesélem, de pontosan tudjuk, hogy a 16. század elején, 1599, amikor Báthori András bíboros menekült, és a székelyeket ki akarta kerülni, és Moldvába tartott, akkor udvarhelyszékről úgy jött át a Hargitán, hogy Szent Tamásra érkezett, és Szentdomokosnál akarta folytatni az útját, írja is a forrás, a korabeli forrás, hogy a régi országúton haladt, akkor, amikor a székelyek rajta ütöttek. Tehát azt mondhatjuk, hogy Szentdomokos bármilyen félre is most, de régebb átkelőhelyek vagy közlekedési útvonalak meccéspontjába feküdt, és hát ebből a középkorra visszanézve egy csomó érdekes következtetés adódik, például Domokosnak a helyneve, a templomnak a titulus és a védőszentje mind-mind nagyon érdekes távoli kapcsolatokra utalnak, és azt gondolom, hogy a várnak a helyzete és a funkciója is valahogy ezekkel lett összefüggésben. Csíkszentdomokosi templom különleges templom. Bár így ránézésre a mai barokk épület egy átlagos, de a templomnak a védőszentje, az elhelyezkedése és az itt végzett régészeti feltarások egy sor olyan érdekes
lehetőséget villantanak fel, amik túlmutatnak az átlagos vagy a többi csíki templom történetén. Kezdjük azzal, hogy Szent Domokos az első olyan templom, olyan plébánia templom a középkorban, amelyet a pápai tizedjegyzék nem említ, legalábbis nem saját nevén. Említi Szent Tamás, Szent Mihály, Szent Király, többet. Szent Domokos nem említi, de amikor jönnek a tizedszedők, akkor Gyergyó és Karcfalva között említenek egy Tamás nevű papot. Elég valószínű, hogy ez a domokosi pap kell legyen, de mindenképpen már ez is jelzi, hogy valamiféleképpen kilóg az átlagos templomok sorából. Ez az egyik. A másik a templomnak a védőszentje, Szent Domokos, ami kifejezetten ritka a magyar egyházban. Szent Domokost azt hiszem 1234-ben avatták szenté, de a kultusza nagyon gyorsan elterjedt, és nagyon jól tudjuk, hogy a domonkos szerzeteseknek az egyik és legelső célja az a térítés volt, a misszió volt, a kun térítés, a kun misszió. És hát ezzel hozzák összefüggésbe, hogy igaz, hogy először a püspöki székeken telepedtek meg, de utána a határszéli vidéken telepedtek meg, és egyik legkorábbi kolostoruk az például Udvarhelyen van, arról csak késő középkori forrásaink vannak, de a templom alaprajzát Orbán Balázs rajzából ismerjük, és ott egy jó árpádkori kolostor van és templom van Székelyudvarhelyen, ami önmagában is érdekes, mert ugye Udvarhely abban az időben egy átlagos kis falucska volt. Tehát annak oda, hogy oda telepedtek a domokosok, oka és célja van, és ez az ok és ez a cél szerintem éppen az, hogy Udvarhely a Moldvába haladó keleti vidéken van, út mellett fekszik. És azt gondolom, hogy a domokosi templom itt, ahol ezt állunk, ez is a domokos rend jelenlétével, korai jelenlétével függ össze. Szinte öt. Egy. Kettő. Négy tízszer ötös. Igazából az egésznek az elhelyezkedés az érdekes, hogy hatalmas nagy kövekből szabályosan rakott fal, ami nyilvánvalóan korábbi, mint a mai templom, tehát a korábbi templomnak kell a része legyen. A középkori templomnak, amit 1795-ben vagy 6-ben elbontottak. Ahol a mellékoltár van, ott volt a segrestye bejárat. És a segrestyétől megint kicsit északabbra, ott volt egy ilyen nagy faltömb, valószínűleg a régi torony. A szentély mellett. Ez a fontos, hogy a szentély mellett, mert szentély mellé tornyot csak a koldulórendi szerzetesek építettek. Igen, valószínű, hogy köze van a domonkos rendnek ehhez a templomhoz és ehhez a faluhoz. Mert Szent Mihály falvak, Szent Miklósok, Szent Simonok, több tucat van a Kárpát-medencében. Szent Domokos, azt hiszem összesen öt. Tehát ez kivételes, ez nagyon különleges, ritka. És tudjuk, hogy a 13. század közepén, elején ugye a domokosok mentek keletre, volt egy ilyen nagy missziós szándékuk, hogy megtérítsék a kúnokat, erről forrás van. Át is mentek a Kárpátok, most térítettek Kúnországba, tatárjárás előtt. És ugye mi pont itt vagyunk, a tatárok szomszédságába, moldvai határnál. Találja meg. Picit ki. Templomba folytató társatások során, azt hiszem 2008-ban vagy 2009-ben, ma nem emlékszem, a templomtól északra előkerültek olyan, a középkori templomtól, ami a mai templom belsőjében volt, előkerültek olyan melléképületek, amelyek a szokványos plébánia templomok mellett nincsenek. Volt egy északi folyósó, itt mellettünk húzódik egy egyelőre bizonytalan funkciójú
nagy alápincézet épület, és a mai barokk mellékoltár alatt volt egy hatalmas kőtömb, amit akkor feltételesen én toronynak határoztam meg, de nem volt lehetőség akkor kutatni. És pár évvel később megjelent egy egyházi vizitáció, püspöki vizitáció, ahol 1716-ban pontosan leírják, hogy az összes templom mellett a torony az a templom végén van, turis in fine, a templom végén torony. Domokos esetében, és ez székelyföldi unikum, egyedi dolog, turis aparte, a torony a templom mellett. És az, hogy a szentély mellé épüljön a torony, az kifejezetten kolduló rendi domokos vagy ferences hatás. Itt a térségben sehol máshol nincs, csak ott, ahol kolostorok épültek. Itt hozzánk a legközelebbi az Csíksomlya, ott egy ferences kolostor, ott is mellett állt a torony. Vásárhelyen van még egy ferences kolostor, ott is a torony a szentély mellett állt. És az, hogy itt Csíkszentdomokoson ugyanez a helyzettel találkozunk, plusz a védőszentnek a neve, plusz a templomnak az elhelyezkedése, plusz az, hogy a templomtól északra ismeretlen korú jellegű, de létező középkori épületek vannak, ez számomra azt mondja, itt Domokoson számolni kell egy nagyon korai, hát ha nem is kolostorral, de domokos rendi hatással, ha óvatos vagyok, de ezt talán ki lehet mondani, hogy talán egy 13. századi domokos szerzetesi házzal, közösséggel, ami aztán később nem alakult kolostorra, nem alakult konventé, de mindenképpen a jelenlétük itt jogosan feltételezhető. A mai templomban sok olyan kőfaragvány is van, meg bútorzati darab, ami régi középkori templomból származik. A művészettörténeti kutatás már régóta emlegeti a déli bejáratot, a nyugati bejáratot, illetve a sekrestyajtot, amik ilyen félköríves hengertagos kapuk, amelyek más csíki templomok esetében egy 13-14. Századra tehetőek, illetve hát itt van mögöttem egy 15. századi Madonna szobor, biztosan a régi középkori szárnyasoltárnak a része volt, van egy a szentély déli falán van egy kazettás mennyezetből származó darab, ami a régi középkori templomnak a tetejét fette, illetve hát az ásatás során kiderült, hogy valójában a középkori templomnak felmenő falai vannak mai padló alatt, tehát körülbelül ilyen 30-40-50 centis magasságban megmaradt a régi templom, és a déli falat gyakorlatilag ráépítették, illetve a 18. század végi források és 19. század elejé források a helyi domusz históriában leírják, ott szépen le van bontva a számvetés, hogy mennyi kocka követ bontottak el, mennyi napszámot fizettek ki arra, hogy a régi templomot lebontsák, és annak a köveinek felhasználásával az újat felépítsék. És ha körbesétálunk a sarkoknál, nagyon sok helyen nagyon igényesen falagott szép kövek vannak, ezek meggyőződésem, hogy jelentős részük a régi középkori templomból származik, sőt, talán egy részük akár még a régi melléképületek falaiból is származhat. Mennyire van benne a köztudatban, hogy ez egy érdekesebb ez az épület, mint amennyit úgy esetleg tudunk róla? Igazából nincs, mert eddig azért még senki nem jutott el. Tehát a faragványokat ismertük, az táblaképet ismertük, az oltárt ismertük. Ja, elfelejtettem el, mint van egy hatalmas táblakép a Csíkiszékely Múzeumban, ami biztosan egy nagy városi oltárból származik, egy nagy templomnak egy nagy széles oltárából származik. Nem is lenne mit keressen egy ilyen picike templomban. De eddig még én magam sem mertem ezt megfogalmazni, azt, hogy ez a templom kilóg a plébánia templomok sorából, tehát ez tényleg egyedi és tényleg különleges. És nem csak a domokos szempontjából, és nem csak a csíki történet, hanem azt gondolom a domokos rend és egész erdélyi történeti szempontjából fontos, mert kivételes és nagyon ritka, hogy Árpádkori 13. századi, 14. századi szerzetesi közösséget találjunk, azonosítsunk. Ugye ez az a korszak, amikor nincsenek írott forrásaink, tehát domokos, például a domokos rendi összeírások nem említik. Általában sok házat felsorolnak különböző korszakokból, domokos nem említik, tehát valószínűleg a tatárjálás elsöpört ezt a kezdeményezést, vagy nem alakult később teljes kolostorra. De ha itt valóban domokos kolostor volt, akkor az egész térség egyház szervezete szempontjából nagyon fontos történeti adatelék lenne. De eddig még, megmondom őszintén, én is csak úgy pedzegettem, de kimondani még nem mertem.